Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szevasztok, srácok! Reméljük újra élőben. Hát szevasztok, mi a... Ja, jó, semmi kicsit van. Sápat vagyok ma reggel, srácok. Nem sápat vagy, világítasz, bazd meg. Nagy világít a fejem, az is jó. Akkor nagy különbség van. Egyébként ez igaz. Hát most mondd meg, nem? Egyébként ez igaz. Valaki sárga vagy sugárzik. Sugárzok. Na ennyi, jön is sugárzik. Ma sugárzó teljesítményem van. Hát ezt meglátjuk. De igen, egyébként igen, ez mi korán van. Már reggel. Ez mi korán van. Ahogy sok mindenhez, de ez van, jó reggelt, szevasztok, srácok. Mi a helyzet? Újabb hét, ilyen, nem rádióaktív lett, akkor zöld lenne, vagy halvány sárga. Igen, igen. Nem, ő csak simán sugárzik. Nem voltam fodrásznál, ilyenkor mindig azt kell mondani, srácok, a hajam végét befestettem zöldre. Igen, és emiatt nem látszik, és gyakorlatilag látsz. Így formálja és meg ilyen, egyébként igen. A frizurát magának. Ennyi, ennyi az egész. Igen. Ami, hát na mindegy, ez egy olyan trükk, hogy sose lehet tudni, hogy mi más rejtezik még? Egyébként még van egy fejem, csak az zöld. Itt így innen nő ki csak. Értek, hogy van ez? Értek, hogy van ez? Na! Egyébként most meg Pisti rózsaszín. Nekem nem rózsaszín, bár még ezen a monitoron minden más szín, mint amúgy. Nekem igaz, hogy a gyerekrajzokra próbál egyébként appellálni a dolog, mint rózsaszín, de alapvetően mivel, hogy mint bőrszín, nagyjából ezt könyveltük el normálisnak, így nem aggódok. Ja, persze, persze. Nem, hát alapvetően amúgy ezeket, nem tudom. Lehetne amúgy beszélgetni ezekről a webkamerákról is, hogy mennyire szarok, de... Nem, arra szoktunk, arra szoktunk. Szevasz, Nessá, jó reggelt! Jó az új háttér? Új? Igen, egyébként igen. Kell a plusz feje több monitor, az igen kell, csak hogy rejtezni kell, igen, mert valamilyen szinten előtt a normálistól, de nézzem, ami ez. Érdekes. Mindenkinek jó reggelt. Ha oldalra fordítom a fejem, akkor kitakarna, de nem fordítom, érted? Szóval... ez van. Kurva hideg van, lefagyott a minden. Az égvilágon minden. Tegnap, igen, itt Debrecenben ilyen havas eső esett igazság szerint. Hát már este, mert amúgy előtte meg havazott, mint a kurva élet. Havazott, igen, de hogy úgy olyan nem maradt meg, mert olyan nem volt annyira hideg is. Tudod, igen, és akkor ez így reggelre lefagyott. És reggelre lefagyott az egész. Még a lámpák is lassabban váltanak, olyan fagy volt, hallott gész, mínusz 700 fok volt, érted? Szopó. A combustion engine nem akart bepukkanni, meg amit akarsz. De, szóval ez ilyenkor, de úgy ilyenkor reggel mindig olyan vicces nézni egyébként az embereket. Úgy sajnálok egy csomó mindenkit ilyenkor, hogy ez volt még egyetlen. De komolyan. Hát gondolom. De komolyan. Jönnek, hogy minden, tudod, elvágódik, mit tudom én, nagyon kemény. Én tudod, hogy mivel nyomnám egyébként? Ilyen kutyaszámnal. De mondjuk aztán. Érted? Tehát egész életem másról sem szólna, mint hogy tulajdonképpen konkrét szerelmet létesítsek ezekkel a kis husky oder malamut kutyákkal, érted? Hogy ők legyenek a leghűségesebb kutyák, és akkor azzal tolnám. Valaki megcsinálta, azt arról hallottál? Hát valami volt! Úgy ment egyetemre valaki, azt hiszem. Izével, kutyaszámnal, nem menj a faszomba. Kutyaszámnal ment egyetemre, egy Debrecenben, ja. De most képzeld már el azt, amikor érted, az egyes nagyon finoman szúrják, érted, hogy ne pörögjön ki az autó, te meg így. Így elszágul, azt mindenki olyan, hogy jaaaa! Jaaaa! Érted? Mint az állat. Annyira baszó lenne, hogy kész. Szétdriftelni tudod az izét, az összes kanyart. Mint az állat. Mondjuk amúgy ez tényleg menő. Az best. Érted? Best a jégen. Azok nem csúsznak, baszod? Nem. Tapadnak, mint a gép. Hát hogyne. Úgyhogy ja, ez egy ilyen dolog. Egyébként nagyon-nagyon állat lenne. Kis tacskókkal le, az azért az kínzás. Érted? Mert alapvetően ezek a szárnyhúzó kutyák egyébként nagyon-nagyon élvezik a dolgokat. Persze. És hát nem is nagy erőfeszítés egyébként nekik. Nem, annyira nem. Ó, Elektron! Nem láttam, mivel hogy rohadt retek korán volt és nem maradtam fent. De ezt akartam kérdezni egyébként, hogy hogy állt a magyar srác védelerrel? Ugye ma reggel volt ugye a mérkőzés nagyon korán. Federer ellen játszott, ami azért úgy elég baszó. Igen, azt tudom. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy csak annyi, hogy nagyjából mi lett, mert nem tudom, nem néztem meg reggel, hogy mi volt a helyzet. Nagyon szépen játszott. Na, zsír. 6-4-7-6-6-2 lenyert. Igen, hát na most érted, egy ilyen legend előtt azért érted, nagyon nehéz produkálni, hogy úgy mondjam. Figyelj, azért ez tényleg elég szépen tartotta magát. Ó, nem mondjátok, hogy sajnos. Ez igenis nagy szám volt. Innen is gratulál neki, egy igazi állat a csávó, és tényleg, büszkék lehetünk rá. Azért ez így elég komoly. 3-3-4-4, ilyen állás volt. Ja, úgyhogy nagyon király. Onnan meg már tapasztalat, igen. Hát, ha valaki ellen nem szégyen kikapni, igen. Hát Federer. Ez van, de egyébként gondolom, hogy neki is egyébként egy borzasztó nagy élmény lehetett Federer ellen játszani, úgyhogy tényleg én is pont mikor hallottam, hogy ugye tovább jutott és ellen fog játszani, mert az igen, az igen. Dobi, sok sikert, haver, sok sikert. 6, 4, 7, 5, 6, 2, nice, nice. Na mindegy, ez egy komoly dolog, ez egy komoly dolog. Úgyhogy én is nagyon örülök neki egyébként, és állat. Állat. Kasza, köszönjük szépen a 13 hónapot. Kelly, mert neked is köszönjük a 13 hónapot. Ez egy 13 hónapos nap lesz. Már most látom. Már jó reggelt, wow, rég voltam itt, nem is sikerült teljesítenem a magamnak. Tehát ígéretet jó hírrel akartam megérkezni így hétfőn, de végül nem sikerült befejezni a DS3-at. Csak a minisztori természetesen tegnap nekiástam a Nameless Kingnek, és rengeteget szívok a King of Storm-mal. Előre félek a Soul of Cinder-től. Figyelj! Ez egy olyan, mint egy kis lágyhártya, amin így átveted magad. Ha nem lesz Kinget megdarálod, utána már semmi nem lesz nehéz. Harcnyúl, kösz szépen az egy év feliratkozást, nagyon szépen köszönjük a támogatást. Ó, jó M3-ast kívánunk, Jani, jó reggelt neked, köszi a csírt. CGRT, szevasztok srácok, tegnap befejeztem a Horizon Zero Dawn-t, imádtam, mert az az első singleplayer játék, amit teljesen végigvittem. Világéletemben múlt is voltam, jó téma lenne már a singleplayer vagy multi kereskedelmi szempontból. Rátérhetünk erre, előtte még egy kicsit beszélgetünk másról, CGRT-t, de igen. Jó, egyébként ez csak egy mellékes hír, aki ismeri, ismeri, aki nem, nem. Ugye létezik egy YouTube channel, ami magyar tulajdonban van, de nem egy beszédes channel, csak az EG Artistról jutott eszembe. Erről akartam esküszöm is beszélni. Mr. Vámos Art. Vámos Art, a Vámos Sándor tanár úr. Vámos Sándor egyébként tanár úr, aki ugye ilyen speedrajzolást művel. Hát nem speedrajzolás, inkább ez a háromdimenziós rajzolást. De hát mégis fel vagy gyorsítva, igen, a felvétel, hogy hogyan kell háromdimenziósan rajzolni, úgyhogy amúgy kétdimenziósan rajzolni. Nagyon régóta csinálja ezt a YouTube csatornát, és nagyon kevesen foglalkoznak vele, mert ugye nem azt csinálja, amit a többi youtuber, de sikerült elérje az 1 millió feliratkozót. Úgyhogy innen szeretnénk gratulálni neki. Innen is szeretnénk Vámos tanár úrnak gratulálni, mert azt a kurva, és erre még magyar csatorna nem volt képes. Nem, és ő az első magyar csatorna, aki átlépte az 1 millió feliratkozót. Igen. És ugye gratulálunk tényleg neki, és sokan elfelejtik őt egyébként említeni a statisztikákban, meg igen, mert hogy nem beszél, és... Azért, mert alapvetően az az ok ennek, hogy a videóinak a címe angol, de igaz szerint nem is beszél a magyar. Nem beszél egyáltalán. És ettől függetlenül egy magyar, basszus. Így van. És ő az első magyar. És végtelen jól rajzol. Ja, úgyhogy ez szép, hogy innen is gratulálok neki, ez igen, és erre büszkének kell lenni, ha már itt az online szcénában beszélgetünk, és látjátok, nem is kell helikopterezni a pöcsötökkel hozzá. Így van. Nagyon érdekes, egyébként pont utána olvastam most valamelyik nap, hogy hogyan. Ő 2012-ben kezdett el feltölteni videókat, de már előtte is csinált videókat a diákjainak. Igen. És aztán 2012-ben valami súlyos betegség miatt otthon kellett maradjon, és ezzel kezdett el foglalkozni, hogy a YouTube-ra töltötte fel a videóját, és aztán vállalkozóként folytatta tovább a dolgokat, nem tanított, azt hiszem, tovább. De nagyon durva tényleg, amit ő elért, ez nem semmi. Úgyhogy gratulálunk neki. Én Platform Scribblenetiről azért nem nagyon beszélnek, mert ugye ő neki megvolt egy boostja, amikor elkezdett ugye dolgozni ezeknek a nagy videósoknak, nagy külföldi videósoknak, és ott volt jó pár megosztás, és az nagyon nagy boost volt, de most már jól tudom, akkor ő már abba hagyta nagyjából a dolgot. Én úgy tudom, én is, hogy azért nem erőltetik a dolgot. Azért nem erőltetik a dolgot. Szóval, fuck yeah, gratulálunk neki. Elmegyek. Köszépen a 3 hónapot, haver. Crazy as fart, neked pedig a 4-et. Nagyon köszönjük, Kelimen. Hi, VR-ék, rég nem volt már, élőben tudtak nézni. Pisti, most már értem a Soulsgasm érzést, megvettem PS4-re, DS2, Dark Souls Zone, kurva jó game. Így van, haver. Hakszor, köszönjük szépen a feliratkozást. Jampanik, Hali, évelején eltettem a munkába, hogy gyalog megyek haza, pár perccel később érek haza, mint busszal mennék, de egy kis testmozgás, és közben az aznapi hát hallgatom vissza, leköt a téma így könnyebb, és pont hazaérek, mire végeztek. Nice, haver! Nice! Köszönjük szépen! Vömgárd, Morgánfilm, srácok, elkészített az első VR értelmező szótár, nézzetek rá, mert folyamatosan bővül, és már reggel óta ezen nevetek. Nincs olyan értelmező szótár, egy jóságos Isten, meg fogjuk nézni, ez úris Jesus, várjál, meg is nyitom magamnak, aztán megnézem majd, el sem tudom képzelni jelenleg, hol az a gép. Mazsolázgatni kell, Pisti. Az biztos. A furmon van fent egyébként, srácok, nincs olyan értelmező kézi szótár. Azt a kurva. Azt a kurva. Oké, ennek bővülnie kell, de nagyon klassz. Köszönjük szépen, nagyon tetszik, nagyon tetszik. Maszakmester, még mindig jobb, mint a rádió, egy grac. Köszönjük szépen. Dragonfly, köszön 4 hónapot, és Norbi, kösz szépen az 5-öt. Szóval igen, Vámos tanár úrnak gratuláltunk. Yes, man. A másik dolog egyébként, amiről egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picit Hogy beszmemeljük-e oda? Hát, ott van a... Itt van Wormgard csírjében, hogy egy kicsit feljebb görgetsz. Igen. Helyzetjelentés. Ezzel a couch gaming témával egészen jól haladunk. Köszönjük szépen rengeteg visszajelzést, nagyon szépen igen, köszönjük, hogy annyian megnéztétek, ki olvasát, örülünk, hogy tetszik. Ez egy idei terv, amiben meg is erősítettetek minket, hogy ez így jó. Nagyon szépen köszönjük. Jól halad, egész vicces, mi is jól el vagyunk vele egyébként. Úgyhogy ezt minden esetre köszönjük szépen. Jó látni, hogyha értékelik az emberek a dolgot. Azt továbbra sem tudom felfogni az agyammal, hogy ugye a leges-legelső ilyen videónk, ami elkészült ugye, ami az Overcooked volt, igen. Azóta tulajdonképpen csak és kizárólag arról van szó, hogy lesz-e még Overcooked. Hát, tehát én próbáltam, tudod, így azzal a kocogó foggal belevágni ebbe az egészbe, hogy hát ha ez már nincsen. De a YouTube-on, de ez van. Ez van, fúj, de köszönjük szépen. Én amúgy megmondom őszintén, hogy ez nem, az nem fúj, meg én nem értem neki. Én örülök neki, hogy várják a folytatást az emberek, ettől függetlenül nem mondtuk, hogy egyáltalán azt sem mondtuk, hogy lesz folytatás. Ha sokáig húzgálod azt a bizonyosat, Jani, leszakad. De legalábbis sebes lesz. Leszakad. Leszakad, mert ezen nem egy ember lóg. Hát nem, de figyelj, ez nem tudom kicsit. Szerintem megmondom őszintén, hogy ez egy új formátum, Pisti. Azt azért tegyük hozzá. Gondolom lesz, igen. Hogy ez egy új formátum, és szerintem, hogyha elkezdünk mindig, látják az emberek, hogy folyamatosan mással játszunk, akkor leesik nekik, hogy ja, akkor jó. Nem, majd évvégén, amikor túl leszünk, X játékon, X100 játékon, annyian nem, de X játékon, akkor majd évvégén megígérem neked, hogy december 31-én végig gondolom, hogy milyen lett volna, ha mindegyik Overcooked. Ja, igen. Esküszöm, végig fogom gondolni. Jó, egyetértek. Pigyász, kösz szépen a cheert, Mike Weiss, kösz szépen az 1 évet, yes man! Nagyon szépen köszönjük, és It's Me Bix, telik az idő, kösz szépen a 13 hónapot. Szóval igen, de még egyszer nagyon szépen köszönjük. Megcsináltuk, mi van még fotografii? Hóemberben megcsinálta minket, what? Na jó, figyelj ide, ezt meg kell mutatnom most, több okból is. Azt a kurva. Több okból is. Mint egy értékával befektetett időt és az elhivatottságot. Elég ijesztő egyébként egy elsőkorban mi, de nagyon szépen köszönjük. Kicsit... Nagyon szépen köszönjük. Várj egy picit pillanat. De egyébként felismerhetőek vagyunk. Mit csinál? Mondjuk úgy. Igen. Nos... Kicsit... Már is beszélünk róla Pertaton, és akkor majd ebből rátélünk a multiplayer, single player dologra. Nem, hát a hóemberek azok itt vannak itt. De a hóember, nekem az a furcsa, hogy úgymond a hóember alsó részéből jön ki a kezünk. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez teljesen más. Nézd, a Dropbox-on ilyen a nagyítás. Jó, mindegy. Hát ez besteo, bazd meg. Igen, mindegy, igen. Csak egy pillanatra azt hittem, hogy egészen más van ott lent. Hol? Hát de furán néz ki. Ez itt ez? Nem. Ott nézd, ott oldalra kilóg. Ez itt ez? Kezünk lenne, csak olyan furcsa helyen van, nem? De 2 van! Hát 2 van, ez biztos. Én észre sem vettem. Nagyon jól amúgy érzem. Aranyos. Na, aranyos, köszönjük szépen még. Szerintem tök fasz. Köszönjük szépen még. Fuck yeah, man. Tetszik. Nagyon szépen köszi. Volt vele munkanap. Kis herceg, köszi szépen a 80 napot, Egyvarjú, köszi szépen a 4-et, és Leather Taylor, köszönjük szépen a fél évet is. Kirakatal neked pedig az 5 hónapot. Szóval, srácok, láttam, hogy jött itt kérdés, és igen, ki kell térjünk rá, mert ez nagyon fontos. Kérdezték a srácok, hogy követjük a Boston Major-t. Igen, én mániákus módon, tehát amit nem tudok élőben nézni, azt abban a pillanatban visszanézem, ahogy csak tudom. Ez a Counter-Strike Boston Major, az E-League-en, ami most megy. Igen, követjük. Megmondom őszintén, hogy kurva jó, de tehát borzasztó élvezem. Én minden ilyen CS:GO Major-t nézek, már egyszerűen iszonyatos. Azt már most szögezzük le, hogy ez valami elképesztő, hogy a tegnapi nap felment az összes nyelvet összeszámolva, ugye van egy ilyen global counter, 784 000 egy pillanatban nézőre, ami te jóságos Isten. Tehát te jó, tudom, hogy volt már több is, de ez nagyon durva. Ja. Ez nagyon-nagyon durva. Úgyhogy eszméletlen nézettséget produkál egyébként. Megmondom őszintén, hogy ezzel a CS:GO Major-rel kapcsolatban nekem annyi problémám van, ez nem probléma, de én úgy vettem észre, hogy nem tudom, hogy a ahogy véletlenszerűen ugye összekerültek a csapatok, hogy amiatt van ez, vagy amiatt, hogy ugye best of one-okat játszanak, és ugye ez egy egészen más formáció, mint a best of three, tehát ilyenkor totál máshogy teljesítenek a csapatok. De igen, a legtöbb esetben nagyon kiegyenlítetlennek érzem a meccseket. Kiegyenlítettek? Kiegyenlítetlennek. De... Már mire gondolsz? Arra, hogy kiegyenlítetlenek a meccsek. Tehát valaki vagy agyonbasz valakit, vagy nem. Ja, hogy úgy, tehát ennyire végletekig megy. Igen, tehát most igen, ugye tegnap volt a SK Gaming VS Phase. Hát az egy kibaszott jó meccs volt. Na ott az pont úgy nézett ki, mint mikor két megtestszekszelő csapat egyszerűen összecsap, és 9-1-ről fordítanak egyet. Az valami óriási. Az a Phase, az valami eszmélet. Libabőr minden, amit akarsz. Az nagyon-nagyon király volt, de rettentő sok esetben nagyon kiegyenlítetlennek éreztem a legtöbb meccset. Mondom, nem tudom, hogy a best of one miatt van ez, vagy úgy kerülnek össze a csapatok, hogy pont azok, akikkel nem kéne. De egyébként nagyon-nagyon klassz. Nagyon klassz ez a major, baromira élvezem. Ez a major egyébként furva egy ilyen underdog major szerintem. Igen. Szóval teljesen más dolog történik, egy csomóan fogadtak a nagy csapatokra, és most ebben az évben nagyon rosszul teljesítenek. Így van. Darkstock is mondja, hogy igen, a best of van miatt van. Igen, nagyon sok csapat interjúban elmondta, igen, hogy ez az egyenes kiesés, ez egy nagyon nagy para. Ja. És hogy teljesen máshogy teljesítenek, meg más a gameplan. Ja. Maszekmester, a másik pedig, igen, a Virtus Pro nagyon-nagyon rosszul teljesít. Én azt látom egyébként a VP-nél, hogy most látszik nagyon az, hogy a fiatalok egyszerűen jobban teljesítenek, és ez már egy ilyen dolog. Ez így van. Tehát a taktik nem rossz, megvan a game sense, megvan minden, de annyi látszik egyébként a VP-n abszolút, hogy nem konnektelnek. Tehát egyszerűen nincs meg a sát. Kiugranak egy 1v1-et, és gyorsabbak a fiatalok. Most ugye a Cloud9 ellen volt a legutóbbi meccs, ott van ez a Pöcs-Stewie, egyszerűen gyorsabb, pontosabban lő. Kiöregedtek. Igen. Kiöregedtek. Én is olvastam ezt a dolgot, hogy rengetegen áttértek, amit a VP-ből rengetegen játszanak a PUBG-vel, és hogy ez lehet... Ebből állt ki a chat minden Virtus Pro meccsen, hogy menjenek PUBG-zni. Igen, mert felkapták a profi csapatok, amikor játszottak ilyen gyakorló mixet. Igen. És... Még megmondom, hogy szintén srácok, nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy oké, lehet, hogy nem a legjobb dolog, legjobb reakció az, hogy ha kikap a VP mondjuk egy ilyen QB Fire-től, hogy leülnek PUBG-zni, ezt aláírom. De ettől függetlenül, hogyha valaki jó játékos, annak nem fog látszani a teljesítménye az, hogyha más játékkal is játszik. Nem ez volt a probléma. Ez szerintem... Nem ez volt a probléma. Egyébként Nagymedve teljesen egyetértek, igen, ez nekem is a véleményem egyébként, hogy valahogy úgy néz ki, de meglátjuk majd a playoff jövő héten, az már Bostonban lesz. Az már biztos, hogy pörgősebb, meg jobb lesz. Mert ott már azért, azok maradnak. Én most jelenleg abban reménykedem, hogy megint lesz egy Phase SK Gaming. Tehát a döntő az lesz. Ja, igen. És még egyszer láthatom, hogy a földbe döngölik az SK Gaminget. Csapat nincs, amit úgy utálok, mint azt. Mint a vastag szart, érted? A legtoxikabb, legundorítóbb, leganyázósabb, esport szégyen. Fúj! Jaj, nincs annyira. Az, ahogy viselkednek emberileg a játékosok, miközben játszanak, az valami fertelem, érted? Valami fertelem. Tehát amikor megy a játék, akkor így nyomulunk a másik csapatnak, hogy hehe, kapjátok be, undorító. Nem szeretem is őket ilyen szempontból, de a Phase az odabasz. És nagyon nagy comeback volt most. Igen, de nem azért utálom őket, mert jók, vagy mert hogy játszanak, hanem egyszerűen a mentalitását a csapatnak. Egy ilyen igazi, amiért nem nézek focit. Olyanok. Ja. De nem mindegy, hát ez egy vélemény, tudjátok, hogy van ez. De örülök neki, hogy többen nézitek. A savazás keményen gaming? Igen. Ami egyébként érdekes még a Csével kapcsolatban, srácok, ugye egy borzasztó népszerű bajnokságról van szó, amit rengetegen néznek, és többen nézik, mint bármelyik esportot ezen a világon szinte, azt kell, hogy mondjam. Egy nagyon nagy múltú játékról van szó. Én nagyon-nagyon sajnálom azt, hogy tehát az a fajta koncentráció, ami most az esporton van, lásd Overwatch League, ugye a LOL, meg a Dotánál is, hogy az a baj, hogy a CS:GO az az a globális értelembe véve sajnos nem tud tovább lépni egy szinten. Akármennyire is többen nézik. Kettő dolog miatt, és én ezt rettentően sajnálom. Azért, mert az egyik oka természetesen az maga a játék. Ez jobb, hogyha megértitek. Tehát ugye a globális esport gondolkodás, ami most van, az nem a CS:GO irány, pontosan amiatt, ami maga a game. Nem tudják azonosítani a közvéleménnyel azt, a tényt, hogy mondjuk például 15 körön keresztül 700 000 ember a terroristáknak szurkol. Hát, kicsit megosztja az átlag embereket, igen. A kommunikációban ugye a közvéleménnyel nem tudják azonosítani ezt az egész kérdést, hogy ugye terroristák nyernek és az jó, stb. Tehát maga a témakör olyan, hogy mint olyan, amit nem lehet azonosítani a közvéleménnyel, ez egy sajnálatos dolog. A másik pedig a community. Tehát az kész. Tehát ha bárkinek azt mondod, hogy figyelj haver, neked nagyon sok pénzed van, érdekel téged ez a sport, ezt nézd meg, 700 000-en nézik, nézd meg, ebbe kellene befektetni, egy percig, ha nézi a csetet, inkább felgyújtja a pénzét. Sajnos olyan, de mondom... Mondom őszintén, hogy szerintem bármelyik játéknál olyan. Hasonló. Tehát a LOL-nál igen, ott is nagyon durva, ez csak erősít az alaptéma körön. Hát igen. De egyébként ebben igazatok van. Nem emiatt nem fejlődik, tehát nem amiatt nem fejlődik, nem a chat miatt, az csak rátesz egy lapáttal, a téma miatt, az a baj. Nem, a téma. Nehéz egyébként, eleve az is hátráltatja az egészet, hogy eleve vér van benne, meg lövöldöznek, tehát egy 18 pluszos játék hivatalosan, vagy 16 pluszos játék, ez is visszavonja. Igen, ez a baj. Az, hogy maga a game miért nem fejlődik úgy, ahogy kellene, annak más okai vannak. Itt most magáról az esportról beszélünk. De értitek, na, olyan kettős. Tanárról egyébként teljesen egyetértek veled, hogy túl van tolva az a politikai korrektség ebben a szempontból is, és teljesen igazad van, mert nem azt a világot éljük már amúgy, amikor ez annyira nagyon sokat számítana, de mégis sajnos az van, hogy az átlag embereknek ez számít. Engem. Igen, ez biztos egyébként Darkstroke, hogy a legtöbb esetben ugye mindenki kelti a szart. Ezt tudom. De mondom, maga a game egyébként számomra egy borzasztóan élvezhető egy valami, legalábbis nézni, abszolút az. A srácok, akik játszanak, iszonyatosan jók tényleg, és nem tudom, én rettentően élvezem. Dirty Dave, Pisti alatt lehetséges, hogy kipróbáltad a hétvégén a Diving Project-et, csak majd azt hiszem lelőttem egy S1-t, ha te voltál, bocsika. Nem, én voltam. Nem én voltam, én nem játszottam, csak Jani játszott. Ja. Pedig ezt szevasztok, srácok, innen az első órai infóóráról, mindegy, nem, nektek jövőnétek arról, hogy mostanában az informatika helyett Microsoft Office programok használatát tanuljuk. Ez egy rettenetes dolog, Petike, ameddig az informatika oktatásánál ugye szerves része volt ugye a programnyelvek és egyéb olyan dolgok, amik ugye felkeltették a srácok érdeklődését és hosszú távú hasznuk volt, titkárnőképzés folyik, ez rettenetes, Petike. Ez gyakorlatilag szerintem az egyik legszégyenletesebb dolog amúgy, ja, az informatika oktatásban, tehát ezt el kéne már rég felejteni, és az a durva, hogy éveket tanítják az embereket Office-t használni, és nem értem, hogy miért. És belegondolsz, tök durva, nem? Hogy szerintem, megmondom, hogy én nem néztem utána, de én nem tudom, hogy a környező országban, vagy a nyugati országokban ez hogy működik, de azért belegondolsz, egy fizető szoftvert tanítanak az iskolákban a gyerekeknek, és így fókusz, hogy csak az. Ez amúgy tök durva. Ezzel régebben is gondolkoztam, hogy miért pont az? Miért pont az Office? Borzasztó. Szerintem sokkal jobban kellene erőltetni a programnyelvek ismeretét, vagy a programozás tanulását, mert azzal el lehet helyezkedni. Az Office-szal nem sokat érnek az emberek. Tök gáz. Égyúbb, sziasztok, jó reggelt, már nagyon régen voltam itt, régebben nem szerettem az animékat, de mostanság annyira ráfügtem az animékra, hogy nincs megállás, viszont igyekszem botolni utólag mindent, köszönjük szépen. Puder Agent, köszönjük szépen a támogatást, jó reggelt, Jani Brief. Jó, ránézünk. Real Pozsé, köszi szépen a támogatást, jó reggelt, szép hétfőt, ha már esport és toxin, nem tudom, hallottatok a hírt, itt a link is. Ja, igen, hallottam, egy magyar származású kanadai srácról van szó, mi a véleményetek? Igen, ugye itt arról van szó az Overwatch League-nél, hogy a saját streamjében Nem menjünk bele a részletekbe, Real Pozsé, tehát a saját streamjében, tehát nem a league-en belül, hanem a saját streamjében hát beszólt egy ilyen nagyon csúnyát a másik playernek, amiért kikaptak. Nem tudta elviselni azt, hogy megverték őket, és hát beszólt egy nagyon csúnyát, és eltiltást és pénzbüntetést kapott. Wow. Még ilyet, mindegy miért csináltam, még ilyet. Ez durva. Még ilyet. Ez ugyanígy történik bármilyen sportban egyébként. Fuck yeah. Tehát, ha nem is büntetés, de ezt nem szabad tolerálni. Hunvarász, kösz szépen a feliratkozás, Tebi, kösz szépen a 7 hónapot. Szerintem a Csével az is a probléma, hogy 12 éve túl sok újat nem tudott már mutatni, és jönnek az új játékok, amik ugyanazt a formulát dolgozzák fel jobban, illetve more casual módon. Azért én személy szerint örülök, hogy ilyen sokáig kitart ez a game. Teddy, jobban egyet sem tudnék érteni veled, ez a kettősség bennem is bennem van. Én nagyon örülök, hogy a Csé még mindig kitart, hogy rengetegen nézik, mert igenis egy nagyon meghatározó és egy viszonylag letisztult game, mint e-sport, sőt, egyfajta etalon. De ha arról van szó, hogy nem néznem, hanem játszanom kell, akkor én sem azt választom. Mert vannak már innovatívabb játékok. Nekem most például ez a Rainbow Six Siege az, ami egy hasonló formula, ugye felállás szinten, mégis kellően friss és új ahhoz, hogy másabb legyen. Igen. És amúgy egész más játszani vele. Több szempontból is. Agyas, köszönjük szépen a támogatást. A reggelt ma éjszaka hallgattam vissza a változás hát, és nem lehet győzni, és köszönni nektek a tanácsokat, biztató szavakat és a közösség folyamat építését. Motiválak vagytok, köszönet mindenért, uraim. Flying a fly. Yes, man. Köszi szépen. Bogi B, köszönjük szépen a 7 hónapot, és The Doctor, köszönjük szépen a 4-et. Köszi. Én nem nagyon szoktam Shroudot nézni, V. Dávid, azért, mert számomra, tehát Shroud egy iszonyatosan jó játékos, akit azért néznek ugye sokan, mert egy olyan szinten játszik bizonyos játékokat, amilyen szinten az átlagember nem tudja, és emiatt érdemes nézni, gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy ilyen trickshot videót néznél végig. Az ember maga számomra nem szórakoztató, aha. Engem pedig pusztán az, hogy ugye nagyon nagy shotok vannak, annyira nem szórakoztat. Emiatt nem nézem én Shroudot, de ez egy totális preferencia, és én totál megértem, miért nézik annyian. Arra, amit ő csinál, nagyon sokan nem képesek, persze. Bizonyos játékokban. Én a Twitch-et azért nézem, mert szeretek szórakoztató embereket nézni, akiket mint személy nagyon szeretek. Őszintén megmondom, hogy akármennyit nézem Shroudot, nekem fogalmam sincs, hogy ez a gyerek milyen. Igen, ahogy annyira rögtön, pont a múltkor belenéztem a streamjébe, és így mondta is, hogy van egy elég kellemes hangja van, tudod, egy jó mély hangja van, és ilyen elég monotonan tud beszélni. És így mondta, hogy csomó olyan üzenetet kap, hogy Shroudom, úgy tök jó rád elaludni. Tehát inkább egy csomóan elalszanak rá. Tehát így, de amúgy, ja, tényleg nagyon jó a srác. Elismerem, csak azért megvan a stílusa, ami sokak számára nem a legizgalmasabb, az tény. Így van, tehát nagyon-nagyon jól nyomja a srác, de na, ez van. Ja. Az biztos, na mindegy, lényeg a lényeg, én ezért nem nézem annyira. Szép a filmster. Igen, ez egy ilyen kör. Van olyan, aki mással tud úgymond megnyilvánulni, ő azzal, hogy nagyon-nagyon jól játszik. Ja, így van, így van. Ennyi egyébként. Látom, kérdeztétek egy páran, hogy belenéztünk a hétvégén a V4-es Csés selejtezőben, az is most volt. Az volt közvetítve? Volt közvetítve is, így van, itt a Twitch-en. Hát megmondom őszintén, hogy nem a legjobb időpontban volt, azt tegyük hozzá. Tehát így az e-league-gel egy időben nem a legszerencsésebb elkezdeni, de ettől függetlenül belekukiztam én is, direkt, hogy állnak, ugye hát az ISL-en végig lehetett követni az állást. Hát megmondom őszintén, hogy most így az első selejtezőben, aztán meglátjuk, hogy másik selejtező hogy alakul, az első selejtezőben azért annyira nem volt nagy meglepetés, akik azok, akik bejutnak a topba. Az egyik nagy meglepetés viszont mindenképpen, aki ott van a top 4-ben, a Rogue Warriors. Oh yeah! Aki eddig nem igazán, tehát ők egy új csapat, és ott vannak a top 4-ben most. És sajnos a srácok beszívták tegnap, és ezért volt azt hiszem egy óra szünet, az ESL összefosta magát az oldal, és nem lehetett játszani, és emiatt elhúzódott az egész, és még néztem valamikor este 11-kor, éjfélkor is ment még a közvetítés, annyira elhúzódtak a meccsek, és le se tudták játszani végig, szerintem valószínűleg nem tudom mikor folytatódik pontosan ez a selejtező, de figyeltem egyébként, és jó meccsek voltak, a Control Gaming, melyik meccset néztem? Control Gaming Pixel meccset láttam végig, ja, az izgis volt nagyon. És ki nyert? Jó volt. A Control Gaming jutott tovább. Gyakorlatilag Flash-ég csapata. Ja. Igen, tudjuk, hogy Dr. Disrespect február 5-én visszatér. Igen. Láttam azt a Champions Club. az a videó. Aki nézi Dr. Disrespectet, átkész. De most én nem értem, mi van. Most akkor kibékült az asszony? Ja, hát persze, ez azt mutatta, igen. Az a szín, my vibes, ez a killer assassin. No, na mindegy, no. Egy idióta. Egy idióta. Nagyon tetszett ez a visszajövés. Na mindegy, igen, ez ilyet is csak ő tud csinálni. Hát ez biztos. Úgyhogy jap. Én nem tudom, hogy lehet, hogy az asszony is beszáll a gamingbe, vagy sem. Egyre több ember akar streamelni. Ja, itthon hát is biztos. Egyébként, nehogy streameljenek. Várjuk az új embereket egyre másra. Nagyon-nagyon sok új dolog lesz egyébként, itthon majd meglátjátok. Ugye a YouTube-on történt változások, amik ugye most voltak, erről mindenképpen beszélni kell, mert ugye a legtöbb csatorna beszélt róla, mi is beszélünk róla nektek. Ugye a YouTube-on bejött ugye ez az új irányvonal, ami ugye hát valamilyen szinten lezárni szeretné a bejutást a YouTube-os körbe. A monetizált dolgokról van szó, nem pedig a nem monetizált dolgokról, tehát hobbi szinten lehet YouTube-ozni most is szarásig, viszont nagyban megnehezítik ugye a kezdő YouTube videósok dolgát abban, hogy mikor érik el azt a pontot, amikortól kezdve úgymond bevételt tudnak szerezni azzal, amit csinálnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az irányvonal az most az a YouTube-nál, hogy most így próbálják lezárni, hogy egy lezárt mennyiségű monetizálható tartalom legyen, és ezt majd folyamatosan tovább szűkíteni. Ja. Ez a terv. Ez várható volt egyébként, a reklámozók miatt egyre több, hogy is mondjam, felügyelhető, irányítható tartalmat szeretnének, aminél nincs meg az a veszély, hogy ugye megőrül valaki, és valami hülyeséget posztol, ami az egész platformra hatással van. Ezt ugye a tartalomgyártóknak köszönhetjük alapvetően. Én megmondom őszintén, hogy nem lepődtem meg a YouTube hozzáállásán, mint olyan. Úgyhogy most itt így ez történik, ez elég rossz, mondom a kezdőknek, és emiatt nagyon sokan fognak, hogyha szeretnének, akkor Twitch-en belekezdeni a dolgokba. Ez tuti. Igazság szerint amúgy a Twitch-en önmagában sokkal hamarabb lehet, tehát hogy is mondjam, sokkal hamarabb ki lehet alakítani egy közösséget, meg egy támogatókat maga mellé az embernek, szerintem. Hát jelenleg biztosan igen. Úgyhogy ja. Igen, szóval nem lett ez a kezdő-friendly a YouTube. Tehát ez abszolút megváltozott, és hát ennek majd meg lesznek a hatásai. Én nagyon sajnálom, mert mi nagyon szeretjük, amikor valami új történik, új ember jön, kreatív, jó, klassz, stb. Igen, meg gyakorlatilag bizonyos kategóriákat teljesen kizár most már a YouTube. Ezzel az új szabályzattal, pont amit a múltkor is beszéltük, ugye, hogy például az, aki mondjuk animációkat készít, vagy úgy összességében véve rövid videókat. Vagy rövid videókat, tehát ilyen másfél perc vagy 3 perc közötti videókat, azt iszonyatosan megszívja. Tehát gyakorlatilag abból rohadt nehéz elérni azt a szintet, hogy valaki partner legyen, YouTube partner legyen. Úgyhogy hát szerintem gáz. Igen. Hogy ebbe az irányba elment a YouTube, de ez egy üzleti lépés a részükről. Megint csak. És megint csak a creatoröket szarják telibe gyakorlatilag. Így van. Igen, Gordon, ez teljesen igaz. Még egyszer mondom, aki azért csinálja az egészet, mert szereti csinálni, az ezután is csinálni fogja. Erre nincsen kihatással, de nyilván mondom, tehát most arra gondoltok, hogy sokan kiestek a monetizációból most. Tehát már úgymond partnerek lettek, és most visszaestek. Lecsi, várom, hát ma délután lesz. Neszáj, szerintem amúgy feljebb is lehetne rakni a minimum monetizációt, egy kezdő úgysem a pénzért csinálja, amíg nem keresel vele havi 10-20 ezereket, addig minek a monetizáció. Ebben igazad van egyébként. Itt annyi példa van, hogy a fejlődésüket nagyon-nagyon visszatartja. Ha visszaemlékszünk, pont Janival beszélgetünk erről, arra az időszakra, amikor mi kezdtünk videózni, és ugye ilyen, tehát olyan bevételek voltak, hogy alig néhány dollár volt egy hónapban, vagy $10, vagy $20, rengeteget jelentett nekünk, pont beszéltük, hogy ilyen 5-6 hónapig gyűjtögettük a bevételt erre. 5-6 hónapig gyűjtöttük ezt a Yetit, igen. És úgy örültünk neki, hogy beszarálni. Igen, és egy hatalmas eredmény volt nekünk, és nagyon sokat változtatott a csatornán minőségben, és a többi, hogy, hogy el tudtuk ezt érni, és nagyon sokan most ettől gyakorlatilag így jelesnek, és na mindegy, ezek a dolgok már nem lesznek YouTube-on sajnos. Sajnos nem, igen. Ezt nagyon sajnáljuk. Hunvadász, köszönjük szépen a basszó, csírt haver, így reggelre. Izom, köszi szépen a 2 hónapot. Mazegmester, köszi szépen a támogatást, haver. Igen, lesz. Valószínűleg holnap. Kénhaláció, köszi szépen a 3 hónapot. 3 magyar igazság mondják, én csinlődtem fel, 1.6-tól kezdve, sajnos rengeteg cheater elvett a játék élményét sok esetben, de nézni még mindig szeretem, a single player, multiplayer téma engem is érdekelne, melyiknek van jövője. Jó, rendben, beszélgetünk mindjárt erről is, és igazad van, jó, hogy eszembe juttottad. Igen, a Patreon ott van alternatívának, sokan használják. Igen. Sok sikert hozzá, ez egy nagyon jó alternatív dolog. Az a tanácsunk mindenkinek, hogy a YouTube-ot ne mint egy bevételi formát tekintsétek, hanem az egy platform, amire fel lehet tenni a videóinkat, és a többit azt máshogyan kell megoldani. Igen, ez tény. Igen, szóval beszélgessünk akkor erről így a második részében így a streamnek. Ez a single player multiplayer téma. Na. Ugye ezt kérdezték ketten is, hogy azt szerintem nyilvánvaló, hogy hogyan állunk hozzá, igen. De az, hogy most melyiknek van jövője, vagy pénzügyileg melyik éri meg jobban, nyilvánvalóan egyébként mindkettőnek van létjogosultsága. Tehát hogy? Abszolút van. Az biztos, hogy a jelenlegi trend azt mutatja, hogy ugye a business hozzáállás szempontjából a multiplayer az, ami megéri. A fejlesztőknek. Ja, persze. Azért, mert ugye azt egyszer kell úgymond lefejleszteni, és onnantól kezdve ugye, hogyha folyamatosan patchelik, odafigyelnek rá, akkor ez egy fenntartható dolog, amiből folyamatos, konstans bevételt lehet szerezni. Így van. Ez egy ilyen dolog, ugye a különböző mikrotranszakciókkal és a többi fent lehet tartani egy játékot akár évekig, vagy lásd példáját, vannak játékok, amiket 10 évekig, és egy sokkal jövedelmezőbb dolog, hiszen nem kell annyit ráfordítani, hogy mondjuk mit tudom én, 4 évente egy új játékot kell fejleszteni, és a többi. Én azt mondom, hogy én is így látom a dolgot, hogy a jövő az abszolút a multiplayer játékok, az emberek gyakorlatilag összetartása teljesen más egy multiplayer gameben, mint egy single playerben, hiszen végigviszik és vége, megosztják egymással az élményt, te hogy csináltad, én hogy csináltam, és nagyjából ennyi. Viszont meg kell maradjon a single. Meg kell maradjon a single player game. Meg kell maradjon, mert egy olyan, a videójáték egy olyan műfaj, ami többszörösen alkalmas történetmesélésre, és egy olyan storytelling, ami egy egészen új műfaj, és egy sokkal sokrétűbb, mint mondjuk például egy film, amit szerintem nem szabad parlagon hagyni, és nem is fogják egyébként, és muszáj erőltetni a single player gémeket, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó eszköz. Megvannak a példák rá, megvannak a képviselői ennek, Bethesdát ne is említsem, ez egyik nagy zászlóhordozói ennek a műfajnak, nézzetek csak szét a Bethesda gémek körül, akár egy Skyrim, egy Fallout, egy Wolfenstein, amik ugye abszolút multiplayer nélküli dolgok, és zseniálisak, és nagyon-nagyon jók, és epic dolgok, és meghatározók, nem is tudnék jobbakat mondani így hirtelen ezeknél, vagy például egy Witcher, hogy egy CD Projekt Redet említsünk meg, ezek rettenetesen jó játékok, és örülök, hogy vannak még képviselői ennek, akik komolyan gondolják, ne is beszéljünk a Naughty Dogról, ha bár van multiplayere azoknak a játéknak is, tehát Last of Us-nak is volt multiplayere, Uncharted-nak is volt multiplayere, mégis egy rettenetesen jó single player, és egy hihetetlen jó élmény, ami nélkül kevesebbek lennénk, szóval én azt mondom, hogy nyomni kell. Igen, Fintor, teljesen egyetértek. Vannak a versengő lelkű emberek, és vannak a nem versengő lelkű emberek. Ez pontosan így van. Őket is ki kell szolgálni. Ez egy nagyon fontos dolog nekem. De mindenki máshogyan szocializálódik a videójátékokban is. Én rettenetesen sok, nagyon-nagyon hosszú távra szóló élményt kaptam a single player gémektől. Multiplayerben is volt olyan, amit borzasztó módon élveztem, de számomra nem voltak annyira meghatározóak, mint a single player élmények. De szerintem ez egyébként nagyon... Tehát ez nagyon fontos, mert egy kardinális pont egyébként szerintem az emberek életében az, hogy amikor elkezdenek videójátékokkal játszani, akkor mondjuk megvan-e az a kör, akikkel tudnak játszani. Tehát például akiknek ilyen egyik első élmény volt ugye a multiplayer, a csé, az, hogy együtt játszanak, azokban jobban megmarad az. Hát pontosan, ez velem pontosan így volt. Azt akartam mondani, hogy amikor én elkezdtem komolyabban játszani, vagy többet játszani, akkor mindenki egy pont, Kantoszág 1.5-t, és így azt a kurva. Igen. Együtt tudok játszani a haverjaimmal, meg tök jó, és így onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen beszívott a multiplayer, meg az egész közösség. Így van. Ja, én azért, valószínűleg azért áll úgymond kicsit közelebb hozzám a multiplayer játék. Nem azt mondom, hogy a single player játékok persze rosszak, vagy ilyesmi, csak hogy egy kicsit közelebb áll hozzám, igen. Igen, én ennek szöges állatéte voltam, hogy világ életemben single player gémeket játszottam, később már én is játszottam multigémeket, de nekem így a nagy részét úgymond a single játékok vették ki, amiket imádtam, és nekem az volt a videójáték. Persze mondom, ez egy, nem egy olyan különbség, hogy az egyik jó, a másik rossz. Jelenleg, mint hozzáállás, hogy hogyan értékeljük a fejlesztőket, szerintem eljutottunk arra a pontra, hogy elismerendő az, hogy egy kiadó hajlandó pénzt áldozni, és azt a production-t egy single player játékba, amit megtesz. Tehát az, hogy annyi időt, pénzt és munkát fordítanak egy single player game-re úgy, hogy tudják, hogy a megtérülése közel se olyan lesz, mint egy multiplayer játéknak, szerintem ez elismerendő. Én ezért értékelem úgymond jobban a fejlesztést is egy single player game mögött, mert tudják, hogy végigviszik és vége. De mondom, szerintem addig jó, ameddig mind a kettőnek megvannak a képviselői. Én nem tudom, nekem egy óriás szívfájdalmam az, amikor azt látom, hogy valaki megvesz egy játékkonzolt vagy egy PC-t, és kinyit maga előtt egy több ezer címből álló könyvtárat, amivel a világ végéig lehet játszani, és egy gémmel játszik végig. Nem tudom, nekem ez így, én ezt nem tudom lenyelni, de mondom, ez a különböző hozzáállás kérdése az, hogy annyi mindentől megszakítja magát egy ember, hogy kegyetlen. De mégis vannak ilyenek, tudjuk. Vannak, akik FIFA-ra tartják a konzolt, vannak, akik Call of Duty-ra tartják a konzolt, és ennyi. Vannak, akik csak a barátai miatt veszik, mondjuk. Így van, így van. Van, aki csak amiatt. Ja, így van. Tehát egyedül be se kapcsolja. Igen, ezek ilyenek. Ezek ilyenek. De mondom, én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek megvan az értelme, megvan a jelenléte. Én úgy látom, hogy a single player nem fog kihalni, hiszen nem csak pro-gémerek vannak a világon. Tehát elhiszem, hogy az esport most nagyon hozza a multiplayert egyre jobban, de nem lehet mindenki profi játékos. Nem. Az biztos, hogy nem. Épp ezért, de ti is tudjátok, hogy ez hogy van. Tehát a foci nem törölte ki az összes sportot a világon a létezésből. Úgyhogy ez ugyanígy lesz. Én amúgy megmondom őszintén, hogy ugye pont beszéltünk még a múltkor arról, hogy ugye megvannak a veszélyei annak, hogy a multiplayer játékok, meg most pont a PUBG-ról beszéltünk, hogy ennyire megváltoztatják a játékipart. Viszont ennek megvan szerintem az ellenkező oldala is, hogy éppen azért, mert ennyire népszerűek a multiplayer játékok, azért talán még jobb single player játékokat fognak csinálni a fejlesztők. Ez elképzelhető. Mert nem kockáztatják be azt, hogy egy szart kiadnak, mert érted? Nem tudnak labdába rugni. Igen. Sehogy. Igen. Ez egyébként egy nagyon fontos hozzáállás, és igazad van egyébként. Én is látom ezt, hogy ez nagyjából így működik. Valamilyen szinten azért igen, olyan hatással van a fejlesztésekre, de az biztos, hogy a single player gémek fejlesztése addig nem fog megállni, ameddig olyan visszajelzést kapnak a single player fejlesztők a játékaikra, hogy igen, ott van ez a hatalmas fanbase, akik imádják a játékaikat, és jöjjön még. Igen. Erre egyébként most nem akarok izélni, de nincs jobb példa, mint a Sony. Tehát a Sony és a Nintendo. Tehát mindkettőjüknek megvannak azok a franchise-aik, amikről csak egy ilyen hírmorzsát lőnek el, bazd meg, és kigyullad az internet, és mindenki elkezd boltokat fosztogatni, és üvöltve szaladgálni az utcán. Ja. Ez egy ilyen dolog. Ti is tudjátok nagyon jól, akármikor megjelenik egy Uncharted logó, egy Last of Us logó, egy God of War logó, egy most már ugye Horizon logó, mert hogy újakat is lehet teremteni, persze. Azonnal mindenki elveszti az eszét, ugyanez vonatkozik egy új Mario game-re, egy új Zelda-ra, mindenki megbolondul, óriási fanbase van, és addig ezeket fogják nyomni, és nyomják is, mert igenis látszik a minőségi munka rajta. egyébként. Én, de nagyon sok legendary dolog van, amit nem gondoltam volna, hogy meg lehet csinálni mondjuk 2016-ban, vagy 2017-ben, vagy akár idén. Alig várom az E3-at, hogy meglássam azt, hogy a Battle Royale címek mellett mik fognak még megjelenni. Srácok, ez egy nagyon izgalmas témakör, higgyétek el. Igen, a multiplayer gémek nagyon hype-ok, nagyon klasszak, de korán sem tudják elérni azt az őrületet, amit el tud érni egy single player játék, amikor úgymond így bemutatják. Azért, mert a multiplayer gémeknek teljesíteniük kell. Igen. Jó, valószínűleg, hogyha bejelentenék a Counter-Strike fasz tudja mit, 2-t, érted? Akkor mindenki megbolondulna nyilván, ja, hát, de az egy elég erős különbség. Tehát az egy külön, az egy unik dolog. De srácok, tehát a Sony konferencekre, ha emlékeztek, amik voltak, tehát kiüvöltöttem a hangom. Ja. Amikor megláttuk annyi év után újra Kratos-t, vagy megláttuk a Last of Us még teaserben elit gitározni, és a többi, és a többi, és így úristen, itt az embereknek lezsivad a tökük, elkezdenek ordítani, hogy ilyen egyszerűen nincs. Ott van az a pillanat, tehát vannak ilyen pillanatok a játéktörténelemben, amikor az ember annyira hype, hogy megőrül, és vannak olyan pillanatok, amikor a hype-nál már nem is lehetne nagyobb hype, és teljesít a játék. Ennél nincsen durvább érzés a világon. Neked van ilyen? Tudsz mondani olyat? Mi? Várjál, Jani, ez egy nagyon jó dolog. No. Ez egy nagyon jó dolog. Mi volt az a game, ami neked bejelentéskor, lehet multiplayer is akár. Igen? Ami a bejelentéskor a legnagyobb hype volt, eldobtad az agyat, kigyulladt a fejed tőle, neked személyesen, ne a csatornára gondolj. Igen. És tényleg olyan lett a game, hogy összefostad magad. Volt ilyen? Hú, hát nekem mostanában talán a... Nem feltétlenül mostanában, de mondhatsz mostanában is. Mostanában egyébként nekem az E3-ban, amin a legjobban meglepültem, az első E3-ban, amikor voltunk, a Resident Evil volt. Amikor így bejelentett, nem tudtuk, hogy mi az, ilyen full horror, és akkor kijött, hogy Resident Evil, és így teljesen beszartam, és az a játék olyan is lett, pontosan, mint ez a trailer volt, szóval szerintem egy állat lett. Furcsa, hogy ezt mondod, mert nekem abszolút. Én arról már szétmagyaráztam mindent, arról a játékról annak idején, de ekkorát szerintem nem csinált, én megkockáztatom, mármint nekem, tehát számomra ez egy vélemény, még senki. Tehát titokba tartani egy gémet úgy, hogy játszható demók voltak belőle, és nem tudtuk, hogy Resident Evil, és betolták azt a teaser trailerbe, és azt a trailert az E3-on, amiben benne volt az a zene úgy, ahogy, és a többi, és a végén kiírták, hogy Resident Evil 7, és senki nem tudta, és megőrültünk, és üvöltettünk, mint a sakál, hogy ez egyszerűen hihetetlen, és egy olyan game lett, hogy utánozhatatlan. Jó, és a másik természetesen a Doom. Igen, a Doom is hozta, igen. Hát az a Doom is hozta, igen. Igen, igen. A Doom is hozta egyértelműen, nem tudom, nekem nem volt olyan game, ami ekkora hype volt. Ja. Dota 2, ez most komoly. Na mindegy. Most nézd, azért az elég durva, most így a régi Dotához képest, hogy azért, na. Hát bejelentették, igen, de hogy most nem értem, hogy jó, mondjuk igen, hype volt. Hát azért, aki mondjuk régen dotázott, ja, igen, igen. Azoknak azért, na, a igen. Dota 2 az biztos, hogy... De amúgy még ő is mondta, hogy nem. Na mindegy, viccelődök. Szóval igen, a Resident Evil volt, az egy bomba volt, amit ledobott egyébként akkor és ott az a fejlesztőgárda, és robbant is. Az egy óriási játék lett, és egy olyan példa kell legyen minden fejlesztőcsapat felé, hogy így kell gémet csinálni. De valamik egyetlenül. Igen, egyébként, tehát régen is voltak ilyen nagy hype-ok. Az biztos, hogy a Doom sem okozott csalódást. Nem. A Doom sem okozott csalódást, annak a trailerétől is. Szerintem benne van abban az 5 trailerben, amit legtöbbször láttam életemben. A Doom nagyon-nagyon jól hozta, iszonyatosan jó volt a game, az is nagyon-nagyon klassz volt. A másik, az nyilván nekem a Dark Souls 3 volt. Szerintem a világtörténelem egyik legnagyobb hype-ját kaptam, többek között ugye Resident Evil 7 mellett, amikor annak a launch trailer kijött, és abban se kellett csalódnunk. Úgyhogy igen, vannak ilyenek. Vannak ilyenek. A Witcherrel kapcsolatban megmondom őszintén, hogy nekem az volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon vártam én is a harmadik részt, de valahogy mégse volt akkora hype. A játék viszont abszolút olyan lett, hogy összefostam magam, tehát tagadhatatlanul, de... A hype nem volt meg nekem annyira. Viszont a játék többszörösen felülmúlt a trailert meg mindent. Igen, a GTA 5-tel is úgy voltam, igen. De hát az is olyan, hogy az meg olyan, tudjátok, hogy ilyen 10 évente mert látható az egyik, mit tudom én, üstökös, és akkor így, hát persze jön. Ott már gyönyörű. Az egy kicsit olyan. Az egy kicsit olyan. De ja. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogják tudni hozni ezek az óriási hype hullámon lovagló játékok most a teljesítményt egyébként, srácok. Tehát most a Last of Us 2, hogy milyen lesz, nem hiszem, hogy csalódni fogunk. Arra rottentő kíváncsi vagyok, milyen lesz ez az új Days Gone, milyen lesz az új God of War. Ezek mind olyan dolgok, amik jelenleg ilyen teljesíthetetlennek tűnő feladatok. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e megugrani a lécet. Hát én is kíváncsi leszek. Őszintén megmondom neked, hogy ha valakiket nem féltek attól, hogy nem tudnak produkálni, az egyik a Santa Monica, akik ugye a God of War csinálják, illetve a Naughty Dog, ő bennük még annyira nagyon nem csalódtam. Nem. Na hát igen, Nalim, a Death Strandingnek meg olyan hype-ja van, hogy nem is tudja az ember, hogy mit várjon. Arra kíváncsi leszek, hogy... Pontosan azért, persze megvan a hype, de pontosan azért, mert nem tudom, hogy mi a fene történik, annyira nagyon úgy nem. De persze várom nagyon. Igen. Csak olyan fura az. A Death Stranding. Ja. Igen. Luisa, köszönjük szépen a baszódorétet, nagyon kedves vagy, köszönjük szépen. Laci, köszönjük szépen a 3 hónapot, és Dagad Ferike, okvetlenül köszönjük a feliratkozást. Kösz, K. Dávid. Persze a hype rengeteg sok játéknál megvan, én is nagyon sok mindennel kapcsolatban vagyok izgatott, de ezek voltak számomra olyanok, hogy tényleg én nem gondoltam volna soha, hogy mondjuk ilyet meg lehet csinálni, hogy egy olyan franchise, mint a Resident Evil 7 egy E3 trailerig rejtve lehet tartani. Ja. És akkor benyomták a VR blogba. Igen. VR games, és akkor így vártuk ilyen szokásos VR gémeket, és akkor így... Így bejött, és így, megint egy survival horror game, megint, tudod, így VR-ban, oké, hát az aktas siker volt, most már kell hozni, és az egészet megváltoztatta azt, hogy a végén kiértek a Resident Evil-t, és így, ez nem olyan lesz, ez más, valami más ez. Igen, és így, az kész. Sea of Thieves-ről vélemény? Tudni? Szerdán megnézem. Az hogy vélemény? Hogy? Te már tudsz vele játszani? Azt a kurva! Mondd el a véleményt! Valamit tudsz, amit mi nem. Mondd el, hogy milyen. Fogunk vele játszani. Amint tudunk. Ha te tudod, hogy milyen, akkor mondd el. Kipróbáljuk. Néhány gameplay-t. Nehéz kialakítanunk úgy véleményt egy játékról, még nem játszottunk vele. Hát igen, néhány gameplay alapján nem lehet véleményt mondani, játszani kell a játékokkal. Igen, kéne. Persze, hogy cáfoljatok rá, ha nem. Igen. Azt kipróbáljuk. Izgalmas lesz amúgy ez a hét, sok minden lesz, srácok. Igen. Meg ugye ma meg, mit kezdünk el? Far Cry Zone. A Far Cry franchise playthrough veszi kezdetét ma. Az első résszel fogunk kezdeni, ma délután. Nagyon mókás lesz. Nagyon-nagyon-nagyon mókás. Hát azzal a gémmel régen játszottam. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, és utána majd folytatjuk ugye a 2, 3, 4-jel. Úgyhogy az volt még egy olyan, hogy nagyon kíváncsi leszek rá. Hallod, a Far Cry-ból azt vágott, hogy volt verseny. Igen. De rendes volt be a verseny. De itt is. Amikor Debrecenben, még a Malom Parkban volt a média. Igen. Ott rendeztek a média márk. Emlékszem, hogy ott voltak ott az előtérben a Malom Parkban. Mindegyikben mentem, mindegyik játékban, és csináltak. Amikor akkor jelent meg 2004-ben ugye a Far Cry, és akkor csináltak ott, amikor megjelent egy LAN, és lehetett nyomni egymás ellen. A Far Cry 1-nek volt az egyik legviccesebb LAN-ja egyébként. Mármint úgy értem, hogy a multiplayer-et. Ja. Tehát ugye ledobtak arra a szigetre, ami ilyen kurva nagy volt, 6 ember volt a pályán, vagy meg tudod, halálfaszán, és akkor annyi volt az egész, hogy volt egy torony, és a gyerek felment az RPG-vel, és akkor tudod, így ekkor volt az ember, és csak azt mondta, hogy így álltál, és így... Ott a rakéta! És így próbált lőni, te meg ott álltál egy geci, Desert Eagle, így pip, így messziről, nagyon vicces volt. Ja, durva volt. Úgyhogy ja. Vicces volt, de egyébként, na ja. Istenem. Hagyjad már a streamet, olyan 2017, a hétvégi Couch Gaming videót várjuk. Igen, igen, az Overcooked 2-t. Jön az Overcooked folytatása, ne szállj. Artorias, Arosát, hogy jó reggelt, nem témához illő. Ez remek. Szeretnék egy filmet ajánlani nektek, tudom, hogy nincs szokva, de nézzétek meg a The Legend of 1900, hogy magyarul az óceán járó zongorista legendája című filmet. Tírjátok a gépbe, Pacsi. Köszi az ajánlást, még nem is hallottam róla. Oh. Fuck yeah, megnézzük. Fun with Geeks, ó, Dave, köszönjük szépen a támogatást, haver, nem kellett volna. Amikor a PS2-t bejelentették, az sírós volt. Ne is mondd, ne is mondd. A PlayStation 2 ugye minden idők gyakorlatilag legbaszóbb konzolja, valami 155 millió példányt adtak el belőle. Úgyhogy ugye gyakorlatilag azt mondom, hogy az egyik legnagyobb konkurenciával rendelkezett a PS2 abban az időben, mert ugye az Xbox Black is megjelent, ami egy komolyabb hardware volt egyébként, illetve ott volt mellette ugye a Gamecube is. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva volt a PS2, de azt kell, hogy mondjam, hogy tehát a PlayStation 2 egy az, hogy ugye, mivel óriási horderejű volt az, hogy ugye rengeteg sokan megvették, többek közt amiatt a feature miatt, amiatt a PlayStation 3 is népszerű volt, hogy ugye a szülők körében is nagyon jól lehetett reklámozni azzal, hogy ugye, mint DVD lejátszó is az egyik legfaszább volt, és az egyik legolcsóbb akkor még. Iszonyú népszerűségre tett szert, és pontosan emiatt a fejlesztők is úgy álltak hozzá, hogy olyan gémek voltak PS2-re, hogy csak lobogott a hajunk. Tehát abszolút egyetértek veled, Dave, azzal kapcsolatban, hogy óriási hype volt a PlayStation 2, főleg a PlayStation 1 után, ami szintén egy óriási népszerűségnek örvendett ez a konzol. És azok a gémek, amik arra jöttek, hát tehát eleve a kezdő címek. Meg amik ugye az elején kijöttek. Tehát hogy is volt a PlayStation 2 megjelenésekor? Várjátok. Csak ugye durvákat mondjam. Ugye rettentő sok autós játék jött ugye a kezdésnél, Midnight Club, akkor a Gran Turismo, Devil May Cry 1, Dynasty Warriors 2, ezek így a launchnál, amik ilyen what the fuck, olyan grafika volt, hogy szétrobbant a fejed, egyszerűen elképesztő. Ugye a PlayStation 2-nek köszönhetjük közben a Metal Gear Solid 2-t és 3-at, ami te jóságos úristen, szóval azok, a God of War, így van, a God of War sorozat óriási volt. Tehát egy olyan szinten volt, tehát gyakorlatilag én a PlayStation 2-t sorolom abba, hogy az volt, ami a mainstream gaminget így oda okátta mindenkihez. Ömlött belőle a jobbnál jobb gémek, és tehát gyakorlatilag az egyik meghatározó pontja volt a videójáték világnak. Ebben abszolút egyetértek, Dave, jó is, hogy mondtad. Egyszerűen hihetetlen volt. Tehát gyakorlatilag az volt a következő Super Nintendo. Abban a korszakban az volt. Kinek van Super Nintendo-ja? Menjünk át játszani. A PlayStation 2 volt gyakorlatilag ilyen. És meg kell hogy mondjam, hogy még... igen, a fighting gémek, igen, az is abszolút. Tehát gyakorlatilag itthon is meg volt ez. Mindenkinek volt PlayStation 2, bassza meg. Lehet egy kis csúszással, de egyszerűen az a konzol mindenkinek volt. És jó. De jó. Hát igen, nekünk sem volt nagyon-nagyon sokáig, csak utólag lett, és... Én csak kölcsönöztem. Hát, vagy azt sem... de jó volt az masszus, tényleg, amikor lehetett kölcsönözni, és akkor egy hétvégére kölcsönözt egy konzolt. Igen. Kurva jó volt. Ne is mondd, Szardó, kéne. Szörrazdál, együtt érzek veled, haver. Nekem sem volt sose konzolom, de tényleg. Persze a Nintendót leszámítva, de ja. Nem. Igen, én is PC-s voltam abszolút egyébként. Kölcsönözni? Igen, ilyen kajak volt. Bizony. Hogy ne lehetett. Konzolt is, és játékot is lehetett kölcsönözni. Persze. Olyan biznisz volt belőle, bassza meg. Több volt baszki Debrecenbe konzol kölcsönözni, mint világbolt. Volt vagy 3, nem? Rohadt sok. Vagy 4, ja. Rohadt sok. Sok volt. Rohadt sok. És nagyon-nagyon ment. Tehát ez úgy nézett ki, hogy mit tudom én, Sanyikának születésnapja volt szombaton, akkor aznapra ugye átjöttek a haverok, és kölcsönöztek a szülei egy PlayStation 2-t, vagy bármit, és egész nap ment a móka. Igen. Igen, úgyhogy elég durva volt. Az a kölcsönzős időszak. Borzasztó drágák voltak a konzolok, és a játékok meg főleg nagyon-nagyon drágák voltak. Nincs fel? Az ott a gond, hogy nem vagy annyit a nevű haverod, prefektor, igen, az gond, az gond. Lehet. Sila, köszönjük szépen a 3 hónapot. De hülyék vagytok. Dave, ne csinálnak komolyan? Fél évig azt hittem, hogy a PS2 fekete félben rosszul volt összedugva. Nem az már. Hát, úgyis kibaszott jó volt, nem? Kit érdekel? Kit érdekel? Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Igen, ez a szülnapi kölcsönzés, ez nagyon ment. Ez nagyon ment. Vagy csak egyszerűen, hogyha mit tudom én, olyan ott alvós buli volt, akkor persze. Mindig kölcsönöztek egyet, és a többi, és többi. De ja, a PlayStation 2 az egy kurva nagy szám volt. Egyébként Dave, ha már a PlayStation 2-t mondtad, én tudod, hogy mindig hipsterben nyomom. Én imádtam az Xbox Black-et, és egy óriási szívfájdalmam volt, hogy azt úgy abba hagyták. Mm. Igaz, hogy azt hiszem valami 4,5 millió eladott példányuk volt a 155 millió PlayStation 2-höz képest, de én imádtam azt. Minden tekintetben superior volt technológiában. Erősebb volt a hardware, jobb volt a grafika, és volt rá azért egy-két játék, amiért megérte Xbox Black-kezni, vagy hát az első Xbox-al játszani. Én imádtam azt a konzolt, akkor szerettem meg azt a kontrollert. Nekem sokat jelentett az egyes Xbox, és egy kicsit ilyen ritkaság számba megy. Én azt még ki sem tudtam próbálni, ki sem próbáltam, nem tudom milyen lehetett. Nem játszottál vele? Áh! Geci jó volt. Geci jó volt. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mit szólt hozzá akkoriban, vagy kinek valahogy volt. Az én ismeretségi körömben mindenki egy PlayStation-je volt. Senkinek sem volt Xbox. Igen, meg a 360, az Xbox 360 volt sok mindenkinek a meghatározó. Na hát az persze, igen. Nem, én nagyon sajnálom, hogy én megváltam az enyémtől. Ki kell cserélni benne a merevlemezt, volt benne egy 20 gigás merevlemez, azt hiszem, már a végén, és akkor ott meguntam, majd rá kellett költeni, mert akkoriban még drága volt egy olyan merevlemez, és akkor eladtam, és vettem megint egy PSP-t, azt hiszem, vagy valahogy így volt, mindegy, de azt nagyon sajnálom, hogy az nincsen meg, mert olyan gémek voltak rá, amikről nagyon sok ember nem is tudja, hogy létezik. Hogy őszinte legyek. Ó, értem, Dave, az is egy fontos dolog, nem tudom. Én nekem például azon a konzolon, mint grafikai élmény emlékszem, hogy talán a Splinter Cell-ek voltak azon, ami ilyen nagyon-nagyon durva volt, és ugye abban lehetett a split screen kópozni, meg mit tudom én, szóval na, ezek jók voltak. De ja, azért ritka konzol volt. Ja. Nagyjából akkora népszerűségnek örvendett az első Xbox. Nem is tudom. Nem tudom mihez hasonlítsam. De jó volt nagyon. Meg hát ugye Halo. Ja, hát a Halo. Meg a konzol multiplayer FPS. Az úgy meghatározó volt így azon az Xboxon, úgyhogy ez egy ilyen kör. Honreaper, első szériás Xbox 360-am van. Attól nem válok meg. 256-os memóriakártyával, baszd meg. Ú, de durva. Vigyázzál. Úristen. Vigyázzál, úgy nyomom. Annyi, hogy nekem nem a legelső szériás van, mert ugye a legelső szériás az volt, aminek a tálcája ilyen krómos volt. Igen. És azon még nem volt HDMI, és ezért nem az van nekem. Volt olyanom, de azt le kellett cserélnem HDMI-sre, mert ugye Master Race. HDMI Master Race. Ja. Úgyhogy igen. Igen. Úgyhogy ez jó volt. De igen, az van. Gerix, köszönöm szépen, aranyos vagy, nincs rá szükség, de köszi szépen. Az biztos, hogy egy Xbox Black-et fogok venni. Azért, hogy legyen. Tehát ez tuti, hogy legyen, az a konzolom legyen meg. Az biztos, mert az kell. Szép, Dave, szép. The Watcher Vision, kösz szépen a 2 hónapot. Köszi. Gameboy-t akarsz venni? Én vettem! Itt van! Ezt már egyszer megmutattam. Azért vettem, hogy legyen. Csak igen, az a baj, nem vagyok elég hipster, és nem az egyes Gameboyt vettem, pedig amúgy az kellett volna. Hanem egy ilyet szerváltam még, ez tavaly, ugye? Uh-huh. Tavaly. Ezt a ilyen Zelda Triforce-os Limited Edition ez, ilyen aranyszínű, de ez a Legend of Zelda-s Limited. Ez a SP? Azt hiszem. Ez az SP Game Boy. Ugye, és ez viszi a régi Game Boy játékokat is. Annyi a különbség, hogy ennek már van háttérvilágítása, és sötétbe is lehet vele játszani. Azért ezt választottam. De van! És a gombjai még mindig olyan szépen klikkennek. Úgyhogy, ja, igen. Szóval, na, talán most még lesz egy pár évem arra, hogy pótoljak ilyen dolgokat, hogy meglegyenek. Csak gémeket kéne hozzávenni. Például a Kontrát és a Ninja Gaiden-t, de majd ezt megbeszéljük. Igen. Igen, ez egy működő Game Boy Advance SP. Advance SP, igen. Daneszboy azért hardcore-ba toltátok, haver. A PS2-t akkor vettem, amikor megint a PlayStation 3. Állandóan azon játszottunk, csak sajnos évvégig nem volt hozzá memória kártyáig. Jó, mentés nélkül? Egy nap alatt végigvittük a játékokat. Na ez a durva. Képzeljétek el, elmesélek egy revisztorit, aztán húzunk a vérbe. 9-es Pisti. 9-es vagy 10-es gimis Pisti. Igen. El van magának, videójátékokkal játszik, élvezi az életet, stb. Kicsit túl sok videójátékkal játszik, amikor szabad ideje van, de ez nem megy semminek a rovására, semmi gond nincsen. Na, Pisti az internet készüléken meglátja a PlayStation Portable-t. Így trailerben. Ez a... Mi? Azt mondtad, hogy PlayStation 2-es grafikájú játékokkal játszotok menet közben, te jóságos Isten! Pisti elkezdi ugye gyakorlatilag rájdolni a dolgokat, hogy mi a tökön van, hol lehet ezt megvenni, mikor, miért nem most? A PSP-ről beszélünk. Megy a boltokba 56 kilobájt, ami volt akkor. Hol van? Majd karácsonyra jön, stb. Magyarországra egy picivel később jött, ha jól emlékszem. Azt hiszem, a Petőfi téren itt Debrecenben volt egy bizományi. Fiataloknak nem fogjátok tudni, mi az. Oda be lehetett vinni dolgokat, ahol megvették olcsó pénzért, majd eladták drágán. De használt cuccokat lehetett venni. És így betévedtem oda. És bazd meg, megláttam egy PSP-t a pult alatt. Mármint az üveg alatt. Mondom, ez... mi a fasz? Nem tudom, valami Gameboy. Mondom, az fasza. És mondták, hogy egy külföldi diák hozta be, nem volt olyan nagyon távol a megjelenés egyébként, egy hónap körülbelül ott körül lehetett. Egy külföldi diák hozta be, bevették nem tudom mennyi pénzért, úgyhogy eladó. Mondom, na ne bassz! Pistinek nincs pénze. Figyeljen. Összeszedtem otthon, amin van. Volt egy Hitachi. Hitachi! Volt egy Hitachi, hordozható DVD lejátszom. Azt tudod, hogy mi? Persze. Tudod, hogy mi a hordozható DVD lejátszom? Érted? Hordozható DVD lejátszom. Volt egy Nikon, nagyon szar, valami nem tudom hány megapixeles, a legolcsóbb digitális fényképezőgépem. Érted? Azt hiszem egy 4 GB-os iPod minim. Aha. Ezt így összeszedtem otthon. Érted? Az nem, iPod mini? Mini volt az. iPod mini, igen. Ami még merevlemezes volt, 4 gigás. Igen. iPod mini, hordozható DVD játszó Hitachi, Nikon digitális fényképezőgép. Megindultam oda. Bementem, csávó elég oda borítottam a pultra, hogy ez van. Ez mind van! Add ide! Ne húzzad a szád! Ne húzzad a szád, mert szétnincsázlak, bazd meg! Jó lesz az. Mondom, nem tudom mennyi, ez hidd el, megéri neked, hogy ez jó lesz. Kipróbálgatták ott a dolgokat, működik, yes, oké. Okay. Mondta, hogy valami pénz kell. Tehát nem tud így egy az egybe cserélni. Ez az örök bűnmegvallás. Nálam volt, azt hiszem, öntrugó, ami ugye a kémia külön tanáromnak azt hiszem a 2 heti díja volt, vagy valami ilyesmi. Így a kezembe, mert másnap mentem kémia órára, külön órára, és azt úgy arra kellett volna adjam. És tudjátok, ez a fiatal Pisti. Várjál, várjál, bazd meg itt a pénz! Geci! Öntrugó! Na jó van, akkor ideadom. Yes! Éljen! Éljen! Na figyeljetek, ezt így behúztam. Volt egy PSP, érted? Villamos méretű pénisz! Úgy vettem az utcán, látszott rajta, hogy van nekem olyan, érted? Nagyon durva volt, majdnem megőrültem. Meglett. Na, ehhez a PSP-hez volt egy UMD demo disk, amin volt egy FIFA demo, meg egy Spider-Man 2 The Movie előzetes. Ezt nyomtam. Rajta. Kémia tanár lóvét megoldottam, mert na mindegy, bespóroltam az ebédpénzt. Ez volt a lényeg, nem ez a lényeg, ez így megvolt. És kb. egy hónapig így elvesztem a PSP-t. Nem kellett, hogy semmi, bazd meg, megmutatod valakinek, hogy megy a Spider-Man trailer a zsebben, az befosott a helyszínen, de nem ez a lényeg. Megvettem bementem az egyik boltba, és emlékszem, hogy viszonylag olcsón hozzájutottam egy használt Pursuit Force nevezetű játékhoz. Ez most arra jutott csak eszembe Daneszboyról, hogy az a lényeg, hogy ebbe a szemét szarba Memory Stick Pro Duo ment. Tehát nem sima SD kártya. Persze, persze, persze. A kurva drága Sony kártya, rohadjon meg. Na és arra nem volt pénz. 10 rugó volt akkor, az meg azt mondja, hogy 8 gigás volt, kurva drága volt. És úgy játszottam mindennel, még a kölcsönkapott játékokkal is, hogy no save. Hashtag no save. Mert nem tudtam menteni. Úgyhogy mindent, az meg végig kellett játszani, úgy, hogy van. Na, az fasza. Na mindegy, ezek azok, amiket sose felejtek el. És így lett PSP-n. Megérte. Totálra megérte. Totálra megérte. Ez kurva jó. Igen. Igen, na de, amíg sokan, sajnálkozva, orrot lógatva jöttek azzal, hogy a PC-n nem nagyon van meg az FPS-e a Prince of Persia Warrior Within-nél otthon, pedig kurva jó az a game és kéne vele játszani, addig én azt nyomtam szünetbe a PSP-t. Én itt is nyomom meg otthon is, de mindegy, jó volt, jó volt, jó volt. Úristen, hát igen. Jó volt. Na bocs, ez csak így eszembe jutott. Általán az az érzés, amikor azt hiszed, tönkrement a Game Boy Advance SP-t, mert hiába rakod töltőre, akkor se kapcsol be, majd kiveszed a kazettát, visszarakod és bekapcsolod, az felbecsülhetetlen. Hát igen. Bajdacs, köszönjük szépen a cheert. Igen, hallottuk, és tök érdekes info, igen. The Watcher Vision, kösz szépen a 2 hónapot. Itt Daneszboy, még egyszer köszi a donétet. Vikoca, köszi a 3 hónapot. Köszi, srácok. Na szóval. Igen, tehát mások voltak más volt a prioritás akkoriban. Az biztos. Akkoriban. De ez van. Ez menő. Menő. Jó volt. Jó volt. Mellesleg ahhoz kötődnek egyébként a legviccesebb élményeim, srácok. Tehát amikor a debreceni fácánkokos sörözőbe, ami méltán híres, ugye, több évszázados, és már gyakorlatilag ugye a világörökség része, itt Debrecenben, amikor a legbetegebb kocsma volt akkoriban, legalábbis a mi köreinkbe, és a haverokkal a Dragon Ball Shin-Budokait játszottuk ad-hoc módban a PlayStation Portable-ön, a kocsmába, bazd meg, félbebaszva a kerthelyiségbe, így egymás ellen a Dragon Ballt a PSP-n, és így 15 perc játék után azt vette részt, hogy a fél kocsma mögöttük áll. Hogy így, kötsz nyomjad, baszd meg! Azt a kurva! Meg minden, és így... Sírás! Jó volt az a PlayStation Portable, imádtam. Egyszerűen imádtam. Egyszerűen imádtam. Mirdin! Utólag is a kémia tanárnak, köszi szépen, Mirdin. Köszi szépen. Na mindegy, ezek csak vicces dolgok. Jó volt, jó időszak volt. Most is megvan a varázsa egyébként. Csak most már. Tehát most már kijelentem pszichológusnak mindenkinek, felnőtt ember vagyok, nem viszem a switchet a kocsmába. Ez a bizonyíték. Ennyi. Ugye rá nem merjenek cáfolni. Na jó, srácok, legyen ennyi elég mára. Van még dolgunk most így, és 2-től kezdjük a Far Cry 1-et. Így van. Mint retro game, és ezzel elkezdjük a franchise-t. Én nagyon izgatottan várom, úgyhogy mindenkivel 2-kor találkozunk. Amennyiben nem, úgy kitartást a héthez mindenkinek. Mindenkinek kitartást, így van. Meg a hétfőhöz úgy egyáltalán. Örülök, hogy beszélgettünk, köszi, hogy itt voltatok. Találkozunk kettőkor. Kettő, kur. Szevasztok, srácok. Intro.